Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Régió Plus televízió nézőit. Az első röplabda közvetítésünk alkalmából már is a pályán egy játékos köszöntés látható, mégpedig Pece Dániel úr, a Gödöllői Röplabda Szövetség elnöke, és a Teva Gödöllői Röplabda Klub elnökségi tagja köszönti azokat a játékosokat, akik idén érkeztek a Teva Gödöllői Röplabda Klub felnőtt női csapatához. Az első hazai mérkőzését játssza a csapat a Közép-Európa Ligában, az ellenfél a Zok Rijeka csapata Horvátországból. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, engem Szabados Istvánnak hívnak, a Gödöllői Röplabda Klub utánpótlás vezető edzője vagyok, és már is elnézésüket kell kérjem, én a mai napon tudtam meg, hogy nekem itt közvetítenem kell, de igyekszem a lehető legjobban megoldani ezt a feladatot. Sok háttérinformációval, főleg a vendégek részéről nem fogok tudni szolgálni, ezt bocsássák meg nekem, de igyekszem a lehető legjobban kiszolgálni önöket. A mérkőzés elején bemutatják egyenként a kezdő játékosokat. Először természetesen a játékvezetőket ismerhetjük meg. A két játékvezető Nikolová Jana és Höger Péter Höger Szlovákiából érkeztek. Szlovéniából érkeztek, bocsánat. Szlovékia. Lássuk a Rijeka kezdő csapatát, hiszen ők kezdik a mérkőzést, ők fognak először szerválni. Négyessel Iva Zdrilic, tízessel Ivana Kalevic, tizenegyessel Matea Magdic, tizenkettessel Tea Pesut, tizenötössel pedig a csapatkapitány Bernarda Bricsis, bocsánat, hogyha rosszul ejtem ki a szlovák neveket. A libero pedig kettessel Paula Dosen. Következik most pedig a gödöllői csapat összeállítása. Egyessel a csapat feladója Krigel Éva, aki idén érkezett vissza a gödöllői csapathoz. Négyessel Németh Zsuzsanna, aki már évek óta erősíti a gödöllői röplabda csapatát. 8-assal Merkoszki Tünde, 11-essel Szakmári Gréta, 13-assal pedig a csapatkapitány Széles Petra, a csapat, bocsánat, 14-essel még érkezik a hatodik emberünk, Csengeri Petra és Lékó Lilla a csapat liberója, Ludvík Zsolt a csapat vezetőedzője, és Szalai Attila, aki segíti a munkáját. Tóth Robert pedig a csapatorvos, szintén helyet foglal a kispadon. Árpás Géza pedig a csapat gyúrója. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi legerősebb összeállításában áll föl a gödöllői csapat. Bocsánat, egy nevet elrontottam, mégpedig Németh Zsuzsa nevét, aki a közelmúltban férhez ment, így most már Molnár Németh Zsuzsanna az ő hivatalos neve. Elnézést, hogyha néha le fogom hagyni a Molnárt. Az idei évben két csapatnak nyílt lehetősége a női szakákban, hogy elinduljon a Közép-Európai Ligában. Ezzel a jogával csak a Gödöllői Röplabda Klub tudott élni, hiszen a Vasas csapata visszamondta az indulás jogát. A Vasas csapata jelentősen meggyengült a nyár folyamán, így nem vállalták a szereplést. De nézzük már is, hogy hogyan kezdődik a mérkőzés. Az egyik legkritikusabb játékelem a nyitásfogadás. Csengeri szépen pörgeti át. Ez egy könnyű labda, Szakmári Gréta pörgeti át, és a hátsó soros feladó nem nyúlt hozzá a labdához. Ez megzavarta a mieinket, 1-0-ra vezet tehát a vendégegyüttes. Nagyon fontos lesz, hogy melyik csapat tud jobban nyitást fogadni, hiszen
ez döntően meghatározza ezeknek a mérkőzéseknek a kimenetelét. Csengeri kap jó labdát, és megvan az első gödöllői pont. Meg is tapsolja a lelkes gödöllői közönség, remélhetőleg még gyarapszik a nézőszám, de körülbelül 200-300 ember lehet a csarnokban. Egy hosszú nyitás Németh Zsuzsitól. Jó a gödöllői blokk. Szakmári Gréta próbálkozhat, és a blokkról kiüti a labdát. Megvan a második gödöllői pont. Kulcsfontosságú lesz, hogy hogyan tudunk támadásokat befejezni. Németh hosszú nyitása ismét. És a gödöllői sánc ezúttal nem működik jól. Szakmári és, bocsánat, Csengeri és Merkoszki keze között csorgott le a labda. Jöhetnek ismét a vendégek. 12-essel Pesut a nyitózónában. Kivár és Lékó Lilla első hibája. Megzavarta ez a húzott, levegős nyitás, ami általában női csapatoknál és a női mezőnyben bevett nyitás technika, ez a húzott. Viszonylag ritkább az, amit esetleg férfi mérkőzésen láthattak. Ez pedig egy jó 4-5 méteres hosszú labda. Tehát a felnőtt mérkőzéseken, illetve a férfi mérkőzéseken jellemzőbb az, hogy feldobott, nagyon erős, pörgetett nyitással próbálkoznak a játékosok. A női mezőnyben inkább a húzott, talajról végrehajtott nyitások az eredményesek, és ez bebizonyítja most Merkoszki Tündi. 4-3-ra vezetünk, ez nagyon fontos, hiszen a harmadik mérkőzése ez a csapatnak. Az első kettőt idegenben játszottuk, és sajnos mind a kettőn vereséget szenvedtünk. 3-1, illetve 3-0 arányban. Ezért lenne fontos egy jó hazai kezdés és egy jó folytatás. 4-4-re egalizálnak a horvátok. Németh Zsuzsi birkózik meg a nyitással, aztán javíthat, és szerencsénk van. Rossz nyitás fogadás után szerencsésen hullott le a labda a hálóról a horvát oldalon. Gödöllői pont ismét, 5-4 vezet a gödöllő. Csengeri jónak tűnik innen. Birkóznak is vele, és Széles Petra, a gödöllői csapat kapitánya, aki a felnőtt válogatottban is szerepelt a közelmúltban. Sajnos nem sikerült a magyar felnőtt válogatottnak kivívni az Európa-bajnoki selejtezőn a továbbjutást érő helyet, sem a női, sem a férfi szakákban, de Széles Petra oszlopos tagja volt a felnőtt csapatnak. Ezúttal a blokk mellett eljön a labda, Csengeri kezéről pattan a útra. 6-5, még mindig a gödöllőnek. Magdics a nyitósarokban, egy megkerülős figura, kicsit bizonytalan volt az előkészítés, Széles a hálóba ütötte, ismét egyenlítenek a horvátok. Tartani kell őket, egy-egy ponttal vezetni kell, ők fussanak az eredmény után, de ezúttal sikerül megszerezniük a vezetést. Ismét a nyitásfogadás az, ami nem sikerült hazai oldalon. Nézzük a következő horvát szerva, ugyanolyan technikával. Prigeléva elsősoros, megpróbálta áttenni, megtréfálni ezzel a horvátokat. Nem sikerült, hiszen összezártak. Így a horvátok érik el a mérkőzésen először a 8 pontot. 8 pontnál pedig technikai szünet következik. Ez egy percig tart, ilyenkor lehetőségük van az edzőknek taktikai utasításokkal ellátni csapatukat, illetve egy
szusszanásnyi idejük van a játékosoknak. 8-nál és 16-nál van technikai szünet a röplabdázásban. Ezt azért vezették be a szabályalkotók, mintegy 8-10 éve, nem tudom pontosan, hogy a sportágunk eladhatóbb legyen, és ilyenkor lehetőséget biztosít a televízió társaságoknak arra, hogy reklámidőt biztosítsanak a támogatóknak, szponzoroknak. Sajnos Magyarországon jelenleg nem a legnépszerű sportágak közé tartozik ez a gyönyörű játék, de bizakodunk mindannyian a röplabdások abban, hogy ez elindul a felemelkedés útján. Nézzük, folytatja Magdics a szervákat, és úgy tűnik, hogy nagyon sikeresen. 9-6, és ha jól számolom, már a negyedik vagy az ötödik szervája a horvát játékosnak. Hogyha ezt így folytatjuk, akkor lassan Ludwig Zsoltnak bele kell nyúlnia a mérkőzésbe. Ez most jó lehet. Jó is a labda szélesnek, és elüti hossza, nem tudtak reagálni a horvátok. 9-7. Szakmári forog nyitóhelyre. Német Zsuzsi kerül előre. A magas csapatok közé tartozunk Magyarországon, de úgy látom, hogy azért a nemzetközi mezőnyből sem lógunk ki ebben a mutatóban. Egy okos pörgetés, a pálya közepe üresen maradt. 3 ponttal meglépnek a horvátok. Out. Emeli a játékvezető a zászlaját. Hosszú volt a szerva, nem sokon múlott. Széles Petra következik. Na, ő azok közé tartozik, micsoda blokk! Német Zsuzsi. Egy remek sánccal szerzünk könnyű pontot. Könnyűnek tűnik, de egy nagyon nehéz technikai elem a sáncolás. Szóval Széles Petra azon kevesek közé tartozik a női mezőnyben összességében, akik ezt a bizonyos felugrásos pörgetett szervát alkalmazzák, ami még ha nem is olyan erős, mint egy férfi szerva, de meggyűlik vele a női csapatok gondja, hiszen keveset találkoznak vele edzésen. A terem adottságai ezúttal nekünk segítenek, és a plafonban elakadó labda azt jelenti, hogy Széles Petra harmadszor mehet a nyitó helyre, és 10-10-nél utolérjük a horvátokat. Jónak tűnik. Ezúttal túljár az eszünkön a horvátok feladója, a legnehezebb nevű Brčić. Brčić. Bernarda a keresztneve, úgyhogy lehet, hogy így fogom szólítani, mert ez sokkal könnyebb kimondani. Nézzük, német, ismét rossz szervafogadás. Fel kell javulnunk nyitásfogadásban ahhoz, hogy felvegyük a versenyt. Közben zúg a gödöllő a lelátóról. Reméljük, hogy a szurkolás átlendíti a csapatot a nehéz pillanatokon. Ismét egy nehezen fogható nyitás, hátsó sorból próbálkozik Csengeri, jól! Remek volt Petra! Kriege Lévi következik a nyitó sarokból, az egyetlen balkezes gödöllő játékos egy jó hátsó soros akció után, hibáznak a horvátok, ismét egyenlő az állás. Jó kis mérkőzés lehet ebből. Közönség csalogató, remélem, hogy önöknek is tetszik. Kellett nekem dicsérnem a mérkőzés színvonalát. Már is egy másfél méteres out szervát láttunk. És következik a bizonyos Bernarda, az ellenfél csapatkapitánya és feladója, az irányító játékos. Ő is balkezes, akár csak Kriege Lévi. Csengeri kap jó labdát! És meg is hálálja a bizalmat. Nem zárt össze a horvát blokk,
Megvan a 13. gödöllői pont. Németh Zsuzsi következik. Messziről szervál, ez az ő sajátja. Ezúttal elütik, megtalálják a helyet a horvátok a blokk mellett. Szakmári Grétinek egyedül nehéz dolga volt, Lékó Lilla sem tudott rajta segíteni. Ismét egy pontos előnyben a vendégcsapat. És hamarosan következhet a második technikai idő, reméljük mi érünk előbb 16-hoz. Németh Zsuzsi ezúttal nem olyan rosszul, de láttunk ennél már jobb nyitásfogadást is. Hátsó soros feladó, és a hálóhoz is hozzáért, de a játékvezető érintés hibát fújt. Ez azt jelenti, amikor a kettős érintésnél a játékvezető két ujjal mutat a magasba, hogy a kosár érintés nem volt tiszta. Merkoszki kellemetlen szervájával átveszük a vezetést. 15-14. Na, gyerünk csajok, mindent bele. Egy pont kell és mehetünk egyet szusszanni. Merkoszki ismét, ez sem sokkal kellemesebb szerva. Megtartják! Micsoda blokk! 16-14. És a második technika időre. Mi érünk oda két pontos előnnyel. Ludwig Zsolt magyaráz elsősorban Németh Zsuzsinak. A testbeszédéből egyértelműen arra következtetek, hogy a nyitás fogadásról van szó, hiszen az alkar érintést és a labdához való igazodást magyarázza Zsuzsinak, valamint a vállmunkára hívja fel a figyelmét. Igen, nagyon fontos lenne, hogy a nyitásokat meg tudjuk szelidíteni, és Kriege Lévit ne hozzuk lehetetlen helyzetbe, hogy ki tudja szolgálni az ütőket. Hamarosan letelik az egy perc. A horvátokat nem figyeltem, hogy ők vajon miről beszéltek. De gyanítom, nekik is taktikai utasításokat adott az edzőjük, akit Igor Lovrinovnak hívnak egyéb iránt. Na nézzük, Merkoszki tud-e harmadszor túljárni a horvátok eszén? Ez sem könnyű szerva. Szélső támadás Kriege Léviről, kifele pattan a labda. Jól helyezkedett. Pici szerencsével meg lehetett volna ez, de így is még megmarad a gödöllői előny. 16-15. Nagyon szépen tartja meg Évi, és jön Széles Petra menetrendszerű bombája. 17-15 ezzel. Csengeri van nyitó helyen, és jó nyitással folytatódik a mérkőzés. Ott kellett volna egy jobb blokk, ám ez nem sikerült, a kettő között megtalálta a rést a vendégek játékosa, Magdics. És mehet is nyitni. Igen, és egy okos ponttal Szakmári szerez pontot a gödöllőieknek egy okos pörgetéssel. És ő is mehet a nyitósarokba. Figyelni kell az ellenfélnél, a feladó játékos 15-ösen látható az első sorban van. Ez azt jelenti, hogy akár ő is támadhat, átteheti a labdát váratlanul. Jó zárt a blokk, Lékó Lilla remekül helyezkedett. Egy okos ejtéssel próbálkozik Németh Zsuzsi, majd hátulról próbálkoznak a horvátok, de még ez is megvan nekik. Most kell figyelni, lányok, az ejtésre! Szépen dolgoztak a horvátok. Egy picit szebben most, mint mi. És pontosabban egy pontra zárkóznak föl. Széles és Németh az első sorban. Nálunk Kriege Lévi lehet bajban. És meg is kapjuk a pontot. Kriege Lévi
igyekezett megtartani a labdát, sikerült is a saját oldalán tartania, az ellenfél játékosa viszont átnyúlva megérintette a labdát, ami szabálytalan abba az esetben, hogyha az ellenfél csak feladni akart, Évi feladni akart, így jogosan jár a pont nekünk. Sajnos rosszul dobta fel a labdát Petra. Ugye könnyen jött pont, most ezúttal könnyen ment. Továbbra is marad az egypontos hazai előny, és jöhet a végjáték. Ivana Kalevics rontott szervát. Nagyon kritikus pillanatban az ő oldalukról, és a lehető legjobbkor a mi szempontunkból. Kriegel Évi forog hátsó sorban, ez azért kedvező, mert három ütőjátékosunk van így elől. Nézzük a szerváját, nehezen fogadják, csak alkarral tud előkészíteni a horvát feladó, de német Zsuzsi elé fél erővel lepörgették, nem tudta megfogni. Ismét Bernarda szervál, egy körrel ezelőtt ez volt az az állás, amikor ő 3-at, 4-et is szervált, reméljük ez most nem így lesz. Egyenlítenek a horvátok. Ludwig Zsort erősen gondolkodik az időkérésen, úgy látom. De még nem lép. Viszont előhúzott egy cseretáblát a tasakból, és megoldja a lehetetlennek tűnő küldetést, megoldja Csengeri Petra. Németh Zsuzsi jön szerválni. Most kellene egy jó blokk. A szerva jó. És most kellene egy jó blokk. Igen! Most van baj. Igen, sajnos az érintés szabálytalan volt, emelés, mutatja is a játékvezető. És szükség van egy kis pályatakarításra. Cserél Ludwig Zsolt, kettessel érkezik Kriegel Zsófia az gödöllői csapatba. Németh Zsuzsi helyett, igen, talán ő volt az, aki egy picit gyengébben teljesített a mai napon, eddig, de reméljük, hogy fog még játszani és feljavul a játéka, hiszen nagyon fontos láncszemű a csapatnak, de Kriegel Zsófi minőségileg tudja őt pótolni. Egy nagyon érdekes és rövid szerva túljárnak az eszünkön, és úgy látom, hogy Ludwig Zsolt, miután átvette a horvát csapat a vezetést 20 fölött, ezért kikéri első idejét. Az edzőknek játszmánként két időkérési lehetőségük van, ilyenkor 30 másodpercre megszakad a játék, és ekkor lehet újabb taktikai utasításokat adni a játékosoknak, illetve megtörni az ellenfél esetleges jó szériáját, egy kicsit kibillenteni őket a ritmusból. Ludwig Zsolt megpróbálja feltüzelni a csapatát, és folytatódhat a mérkőzés. Tea Pesut a következő nyitójátékos a Riekánál. Jónak tűnik, nagyon jónak tűnik. Rá kell ütni, Gréti rá is üt. Könnyen fogják viszonylag a horvátok. Megvan a labda, szépen alácsúsztatta Évi a kezét. Most kell egy okos befejezés. Még mindig nincs meg. Az átló csak keresztbe fogja tudni onnan ütni. Sikerül is neki a blokk tetejéről megpattintva a labdát. 23-21, gyanítom Ludwig Zsolt ki fogja kérni második idejét is. Vagy esetleg visszacserél, vár még. Meg kell fogni a szervát. Csengeri, jókor, jó helyen.
Nagyon szépen csinálták. Csengeri eddig hibátlanul játszik. Használjuk ezt ki. Merkóz kinyitó helyen. Most kellene egy olyan kellemetlen szerva, mint az előző körben volt. Tündi, gyerünk! Az jónak tűnik. Kellemetlen is, hátsó soros feladó. És micsoda szerencséjük van. A hálóról átpattan, átgurul a labda. Játszma labdához jutnak a horvátok. Nem kérünk időt. Kell a fogadás, könnyűnek tűnt Csengeri. Ezúttal is megoldja. De vissza tudnak támadni a horvátok. Megvan, sajnos. Egyszer itt, egyszer ott állt a útját a labdának a plafon. Ezúttal mi húztuk a rövidebbet. Az első játszmában 22-25 a mi szempontunkból. Tehát 1-0-ra vezet a horvát Rijeka. De nagyon jó kis első játszmát láttunk. Bízunk a hasonló folytatásban. A térfél csere után folytatódhat a mérkőzés. A második játszmára kerül sor a Tevagödöllői Röplabda Klub Zok Rijeka Közép-Európai Liga női röplabda mérkőzésen. Az első játszmát a Rijeka nyerte a lehető, szinte a lehető legkisebb különbséggel, 3 ponttal 25-22-re. Nagyon szépen tartotta magát a Gödöllői Társaság, és abszolút benne van. Nagyon szépen csinálta Zsuzsi az első pontot. Abszolút benne van ebben a mérkőzésben a játszma nyerés. És hát, ha egyet lehet nyerni, akkor lehet többet is. Meglátjuk, mire lesz elég. Minden esetre a második játszma első pontját a gödöllőiek szerzik, és ezúttal nekünk kedvez a szerencse és a háló. Kriegel Éva ásznyitásával 2-0-ra vezet a hazai csapat. Harmadszor nyithat Évi. És sajnos elakad a labda a cső rengetegben. 2-1-re módosul ezzel a mérkőzés állás. Közelebb. Kriegel Évi teszi ki a szélére Csengerinek. Nem ér hozzá a vendégblokk. Csengeri hibázik. Nem is tudom, hogy volt-e ilyen az első szedben. Megkaptam én is a mérkőzés statisztikáját, hiszen kötelező egy bizonyos programmal statisztikai adatokat rögzíteni a mérkőzésen ebben a bajnokságban. Ez a szerva viszont hosszú, így ismét 3-2 a gödöllőnek. Tehát nézem Csengeri hibáit, plusz 4-ben. Van, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyet hibázott, és 5 jót csinált, tehát lecsupaszítva azért a játék elemeket. 6 támadásból 4 pontot szerzett Csengeri Petra az első játék részben, és most egy hibával kezdett sajnos, de reméljük jobban folytatja majd. 3-3, ugyanolyan szorosan kezdődik az első, második játszma, mint az első nyitásfogadásban. Megtartja Évi, nagyon szépen megtartotta. Micsoda pont. Smerkowski, Tündi is pontot szerez. Támadásból ez volt neki az első. Jöhet a szerva. Ő nyitotta a legtöbbet az első játék részben, abból 2 ászt is szerzett. Ez a szerva is nagyon kellemetlenül érkezik a horvát térfélre. Óriási bombát eresztett el Szakmári Gréti. 5-3 a mérkőzés állása. Gyerünk csajok, így kell tovább.
ezt az állást tartani kell. Úgy tűnik, hogy ez a felállás, amikor Merkowski Tündi van a nyitó helyen, ez nagyon jól működik. Még micsoda? Mi az, hogy jól? Remekül! 6-3, talán 3 ponttal nem is vezettünk az első játék részben. 2-re emlékszem, 16-14 az biztosan volt. Gyerünk, legyen 4. Ott kell a sánc. Nagyon jól csinálta Szakmári Gréti. Azt kell, hogy mondjam, hogy villámrajtot vettünk a második szett elején. Így kellene folytatni. Ez a szerva egy picit hosszú. Az első szerva rontása Merkowski Tündinek. Na nézzük, hogy hogyan tudunk válaszolni a horvátok adogatására. Jónak tűnik. Német Zsuzsi a hátsó sorból támad, az viszont szabálytalan érintés. Az első technikai idő. 4 pontos előnnyel érkezünk meg 8-hoz. Ez azt jelenti, hogy viszonylag nyugodt állásból folytathatjuk tovább a mérkőzést. Szóval egy picit böngészem a statisztikát, amit itt megkaptam. Nagy Kornél egyébként az, aki a statisztikai programot kezeli. A legtöbb pontot az első szedben Csengeri Petra szerezte a maga 6 pontjával, Széles Petra, illetve Németh Zsuzsi 4-4 pontot szereztek. Bocsánat, egy sorral elnéztem, ez a támadások, az összes támadást soroltam most. A pontok azok Csengeri Petránál 4, ezzel ő a legeredményesebb, Szakmári Kréta 3-mal követi, és Németh Zsuzsi, valamint Széles Petra 2-2 ponttal utánuk. Valamint blokkpontjaink is voltak. Hát a leggyengébb játékelem az sajnos a nyitás fogadás, ahogyan azt a mérkőzés elején mondtam. Csengeri, kicsúszik a szervája. Nem szabad szervát rontanunk. Az megbosszulhatja önmagát. Az első játékrészben egyébként csak 2 hibáztunk, de már most 8-nál a második szedben 2-nél tartunk. Nem értették meg egymást a lányok, de most vissza lehet támadni. Sajnos ezt az érintést nagyon szigorúan bírálták el, és azt kell, hogy mondjam, jogosan. Abban a pillanatban, hogyha a játékos kezéből egy picit is megpördül a labda, kettős érintésnek minősítik a játékvezetők, és lefújják. Ezúttal egy kicsit maga mögé érkezett a labda Petrának, és már is egy pontra zárkóznak föl a horvátok egy szempillantás alatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindenfajta erőlködés nélkül. Ez sajnos nem sok jót jelent, de nagy akarással és hatalmas küzdelemben meg lehet őket szorítani, és hibára lehet őket kényszeríteni. Hát persze, hát ők is csak emberek, nem gépek. Na nézzük, hogy a horvát 11-es után reméljük a magyar, nevezetesen Szakmári Gréti nem hibázik szervát. Nem szabad hibáznia. És megoldja. Első soros feladó, áttette, de Léko Lilla remekül figyel. Csengeri, szerencsés pont! Ez az, csajok, gyerünk, biztassátok egymást! Hergelik is egymást rendesen a lányok. Már is 3 pont, egy kicsit elhalkult a szurkoló tábor, amint ezt kimondtam, már is belekezdtek a rigmusba. Most egy kis csend, hogy ne zavarjuk a saját nyitójátékosunkat, Szakmári remekül szervál ezúttal is. Most kellene egy jó blokk! Remekül mezőnyözik a horvát libero, az első soros Kriegelévi zseniális ponttal. És nem adják meg! Nem adják meg! Hát ezt nem értem. A csapat se érti, a játékosok se értik, senki nem érti.
A horvátok szerválnak. Szabálytalannak minősítette a játékvezető ezt a labdát. Hát, elég kétséges volt ez. Úgy gondolom, hogy ez egy rossz ítélet volt. Sajnos minket sújtott, de nagyon gyorsan jött a válasz. Fel is jegyzem magamnak, egy rossz ítéletnél tart a játékvezető, eddig remekül teljesített. Nézzük, kellenek széles Petra jó nyitásai. Jó a feldobás. Lassan indul. És kiüti hosszan, 9 méter 35 centire csúszott a labda, de az pont elegendő, hiszen a játéktér az 9x18 méter, tehát egy térfél 9x9 méter. A háló magassága pedig 2 méter 24 centi a felnőtt női kategóriában. Ezt az akadályt kell leküzdeni a játékosoknak. Időt kértek a horvátok, meg is tudom érteni a horvát edző kollégát, hiszen 4 ponttal vezet a gödöllői csapat, és maga biztosan kézben tartja ezt a játékrészt. Petra, széles Petra folytathatja a nyitás sorozatot. Jól dobja föl. Elsősoros a feladó, meg kell tartani. Ezúttal Merkowski blokkjáról pattan a labda az oldalvonalon kívülre. 3 pont a különbség a két csapat között. Egyébként egyik edző sem változtatott a kezdő hatosán a második játszmában. Ez jó labda, Csengeri érkezik. És nem sokkal, de kicsúszik. Széles lett az ütése. Most nem szabad őket közelebb engednünk. Most csak 2 ütőjátékosa van a gödöllői csapatnak elől, hiszen Krigel Éva az irányító játékos is elől van. Ezért alkalmazott az előbb hátsó soros támadást. Sajnos ez a labda benn volt. Ezúttal 35 centivel az alapvonalon innen esett le a labda. Egy pontra zárkóznak a horvátok. Megtartja Évi, és érkezik Tündi. Jó nyitásfogadás után, pedig kellemetlen kis nyitás volt, hiszen nagyon jött az oldalvonal felé, szépen forgatta vissza Gréti. Na nézzük, körbeért a gödöllői csapat, ismét Krigel Éva a nyitó sarokban. Igen. Ez ellen semmi kifogása nem lehet a játékvezető asszonynak, kisasszonynak. Így ismét 3 pontos az előnyünk. Nagyon jó szerva. És jól működik a gödöllői sánc is. Egy ejtés következik, szépen érkezik Lékó Lilla. Most kell okosan. Igen, jó kis labdamenet alakul ki ebből, és még mindig megvan, mindig nincs vége. Érkezik Évi, Csengeri Petra, jól csinálja, szépen a vonalon elpörgeti a blokk mellett, és a vendég libero már csak a labda után tud nyúlni, és amolyan kalapácsvető mozdulattal Pars Krisztiánhoz hasonlóan az egekbe repíti a labdát. Ezúttal ennek örülünk. Ismét ő fogad, ezúttal jól. Lékó Lilla nem tudott mit kezdeni ezzel az ütéssel. Reméljük Lilla játéka egyre javuló lesz a mérkőzés elejéhez képest. Egy picit gyengébben kezdett, de ezzel a nyitásfogadással is mutatja, hogy zárkózik, zárkózik. Ismét nem értették meg egymást a gödöllői lányok. Ez a második ilyen volt, hogy valaki nem tudta, hogy hol kell támadnia. Reméljük ez nem lesz tartós. Ismét egy jó fogadás, egy váratlan akció centerben.
Émet Zsuzsi kettős blokk ellen megoldja. Na, nagyon jókor jön a második technikai idő, amire már csak 3 pont előnnyel érkezünk. Az elsőnél ugye 8-4 volt az állás, most 16-13. Kell egy kis nyugalom. Ludwig Zsolt ezúttal Kriegel Évának, a csapat feladójának magyaráz. A feladó egyébként a röplabdázásban az a legfontosabb, az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb szerepkör, hiszen gyakorlatilag ahhoz tudnám hasonlítani, mint a zenekarban a karmester. Tehát gyakorlatilag ő az irányító, ő szervezi a támadásokat, és ő próbálja átlátni azt is, hogy az ellenfél esetleg hogyan védekezik, hol érdemes támadni, hova érdemes több labdát adni, ki az, aki a csapattársai közül jobban szerepel, annak esetleg egy picit több lehetőséget biztosítani. Tehát egy nagyon komplex képességekkel rendelkező játékosnak kell lennie annak, aki ilyen magas szinten a feladó szerepkört betölti. Kriegel Évi abszolút alkalmas erre a pozícióra, és reméljük, hogy végig kézben tartva a mérkőzést és csapatát tud játszani ezen a találkozón is. Ezúttal a blokk nem sikerül. Ez egy kritikus játékelem, a sáncolás, hiszen könnyűnek tűnik, hiszen külső szemlélő csak annyit lát, hogy fel kell ugrani a hálónál, és a labda útját kell állni. Igen ám, de itt azért rengeteg külső tényező is befolyásolja azt, hogy ezt hogyan, mikor, hányan kell végrehajtani. Tehát az egyik legnehezebb játékelem, viszont valóban egyszerű pontokat lehet vele szerezni, hiszen ha nem engedjük át a labdát a saját oldalunkra, akkor baj nem lehet. Egy nagyon szép hátsó soros akció után 3 a gödöllőiek előnye. És Merkoszki Tündi érkezik a nyitó sarokba. Ezúttal is helyet talál magának Magdics, és az antenna és a sánc között elüti. 2 pontra zárkoznak. A széles lesz. Nagyon jó. A sokadik hibájuk. Már is nézem, hogy az első játszmában Rijek a csapata szervából 5 pontot szerzett saját magának, viszont 3-at nekünk, tehát 3 nyitásrontása volt a gödöllőieknek, csak 2 nyitásrontása, viszont csak 2 ásza, tehát jobbak voltunk a nyitás játékelemben az első játszmában. Szépen pöccintette rá a blokkra, hogy aztán ismét folytathassa a támadást. Gréti egy blokkal szemben, ő is megtalálja a rést az antenna és a sánc között. Na, ez az. Időkérés horvát oldalon. Egész ingerülten magyaráz a horvát kolléga a 12-es számú játékosának, Pesútnak, valamivel nagyon elégedetlen. Reméljük, hogy ilyen elégedetlen is marad a mérkőzés végéig. Ludwig Zsolt egy picit higgadtabban próbálja ellátni a csapatát azokkal az utasításokkal, amik segíthetik őket ahhoz, hogy kiegyenlítsék a mérkőzés állását. Erre minden esélyünk megvan, hiszen 19-15-re vezet a Teva Gödöllői Röplabda Klub. Remélem, hogy a Régió Plusz televízió nézői is annyira élvezik a mérkőzést, mint akár én, vagy itt a helybe szurkolók. A mérkőzésnek a Gödöllői Szent István Egyetem tornacsarnoka, sportcsarnoka ad egyébként otthont. Csengeri szervál, nehezen fogják, nincs meg. Ezúttal az ütés helyett a finom megoldást választotta Magdics, és ejtett egyet. A blokkról megpattanó labdát senki nem tudta felkaparni. Így 19-16-ra módosul a mérkőzés állása. Magdics ismét. Jónak tűnik a szervája, az is. Széles, ezúttal hárítják. Jön ismét Magdics. Könnyű labda, lehet visszatámadni. Csengeri, bocsánat, Szakmári, kettős blokkal szemben. Micsoda pontot szerez.
nem ért oda tízessel Szanya Kár, aki az riekaiak egyik centere. Lemaradt erről a labdáról. Pedig úgy tűnt, hogy összeáll a kettős blokk. Ezúttal a szélen támadnak. Jó a feladás. Csengeri. Ismét centerből próbálkozik, megvan Lékónak. Most kell figyelni. Sajnos nincs meg. Jó kis labdameneteket láthatunk, kedves nézők. Reméljük, hogy most a végjátékban sokkal jobban tudunk koncentrálni, mint az előbb. Lékó fogad remekül. Jön középen hátulról Csengeri, nem üt rá, csak lágyan teszi. Ők ráütnek, ott bajba lehet Gréti. Nem kímélte se a saját testi épségét, se pedig a reklámtáblákét. Úgy gondolom, hogy a névadó szponzor, a Teva, megköszönheti Grétinek ezt a villám reklámot, hiszen feldöntötte Gréti a Teva táblát. Jó megoldás! Visszakerül a labda a gödöllőjekhez, ismét széles. Most kell figyelni, szétestünk egy picit, jó vették ezt észre a horvátok, és egy ejtéssel pontot szereznek. Ludwig Zsolt pedig közelít a Dudához, amit meg is nyom, és kikéri az első idejét. 20-19-es vendégvezetés, hazai vezetésnél, de 19-15-re még a gödöllőjek vezettek 4 ponttal. Ez az előny 1 pontra apadt. Egészen más hőfokon zajlanak ezek a mérkőzések a Közép-Európa Ligában, mint a Magyar Bajnokság. A tavalyi évben az ezüstére még jutott a Gödöllői Röplabda Klub csapata. A döntőben egy 5 mérkőzéses párharcban 3-2-re maradtunk alul a nagyrivális Vasas csapata ellen. Mind a két hazai mérkőzésünket megnyertük. Ez az ezüstéremhez volt elegendő. Körülbelül annak a mérkőzésnek a hőfoka felel meg egy ilyen alapszakaszbeli találkozónak, és Széles Petra ezúttal higgadtan, jó ütemben teszi át a kezét, és megszerzi a 21. pontot. Ehhez kell tehát hozzászokni itt a Közép-Európa Ligában a lányoknak, ehhez a magasabb hőfokhoz, a folyamatos koncentrációhoz, ami nem lankadhat egy pillanatra sem. Széles, nem Petra, hanem a labda. 22-19, hiába reklamál a komplett riekai stáb. Ez bizony Széles volt. A nyitó zónában pedig Széles. Jó a szerva, most kell egy sánc. Meg is van a sánc. Most kell figyelni, visszatesszük. Első soros a feladó, figyeljünk rá, ő csak hátulról üthet, nem tudja átütni. 23-19. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elérjük az első részsikert itt a mai napon. A Közép-Európa Liga első hazai mérkőzésén 2012-ben. Széles erre rá fog ütni. Igen, itt a labda, első soros a feladó, figyeljünk oda rá. Most kell egy sánc. A sánc megvolt, de sajnos kipattan a labda az oldalvonalon kívülre. 23-20. Most kell egy nyugodt, higgadt nyitásfogadás. Német, Szakmári és Lékó a három fogadón. Szakmári felé száll a labda. Kiszedi Évi a hálóból. Tündi okosan! Milyen okosan! Hát erre senki nem számított horvát oldalon. Át pöckölte a labdát, és ezzel megszerezte a 24. gödöllői pontot. Krieger Évi. Nézzük, lányok, ki tesz pontot az íre. Ez a gödöllői sánc. Csengeri és Merkózki hozták össze. Kedves nézőink, 1-1 a
mérkőzés állása, hiszen a Gödöllői Röplabda Klub felnőtt női csapata 25-20-ra megnyeri a második játszmát. Így döntetlen állásról folytatódhat a játék 2,5 perc múlva. Egyes állásról folytatódik tehát a találkozó a Gödöllő és a Rijeka csapatai között. Egyik edző sem változtatott a kezdő csapatán, ezúttal a Rijeka kezdi a mérkőzést, de a Gödöllő szerzi az első pontot. Németh Zsuzsi mehet a nyitó sarokba, illetve nem sarokba, nyitó zónába. Volt olyan idő, amikor a pályának egy meghatározott szegletéből lehetett csak szerválni, most már a teljes alapvonal szélességéből végrehajtható a nyitás. Ezúttal egy ejtés, kifogott Lékó Lillán, kiegyenlítettek a vendégek. A horvátok jöhetnek tehát. Pesut, Lékó fogja. Szakmárinak emeli, Csengeri megoldja. Nem működik jól a horvát blokk. Azt kell, hogy mondjam, ennek persze mi örülünk. Nézzük, Merkoszki Tündi érkezik a nyitó oldalra. 11 szervánál tart. Ebből már 3 pontot szerzett és csupán egyet rontott. És ismét egy blokk, Szakmári. Négy, öt, hat, hét. 7 blokkpontot szerzett eddig a Gödöllői csapat a két játszma során, és csupán egyszer volt sikeres a vendégek sánca. Ez minden tekintetben kimagasló statisztikai mutatónak számít, még akkor is, ha most Merkoszki Tündi elrontotta a nyitást. A vendégeknél Szanya Kár következik, aki eddig 5 nyitásnál és 1 ásznál tart. Ezúttal sikeres volt a vendégek sánca. Remekül dolgozott Magdics, az egyik legeredményesebb játékos, hiszen 9 pontnál tart. Pesut 12-essel pedig 6-tal követi. Magdics egyébként a mezőny legeredményesebb tagja eddig. Csengeri megtalálja az utat, de megfogják a horvátok. Az ejtés jónak tűnik, Csengeri füleltele, ismét jól működik a Gödöllői sánc, milyen jól! Komolyan mondom, én a tavalyi évben nem tudok egy mérkőzést mondani, ahol ennyire jól sáncolt a Gödöllői csapat. Remekül működik ez a játékelem most. Reméljük, hogy a Gödöllői Röplabda Klub vezetése is meg lesz elégedve ezzel, hiszen évek óta kritikával élnek a sánccal kapcsolatosan. A szervánk is működik, Csengeri. Nem értették meg egymást a horvát nyitásfogadó. 5-3. A második játszmához hasonló kezdést produkálnak a gödöllői lányok. Ez is jó Csengeritől. Ács visszan a háló fölött, és a sánc. Remek. Széles. Nagyon jól játszik. Ezzel együtt most már 8 pontnál tart Széles Petra. Ebből 2 blokkal szerzett. Csengeri szervája egyelőre megizzasztja a horvátokat. Krígel Évi sáncol. Eredményesen. Neki az első ilyen jellegű pontja. Nem váltanak a horvátok, ez minden esetre érdekes, és Csengeri ezt kihasználja,
és 8-3-mal érkezünk az első technikaihoz. Minden eddiginél a legnagyobb különbség ez a mai mérkőzésen, 5 pont, 8-3. Ez megnyugtató. Ezt tartani kell, lányok, végig tartani kell. Szalai Attila, a csapat másodedzője biztatja, és tüzeli Lékó Lillát, illetve magyarázza neki, hogy hogyan is kellene védekezni. Ludwig Zsolt pedig nyugtatja a társaságot. És valószínűleg azt kéri tőlük, hogy így tovább folytassák. Horváth oldalon viszont tanácstalanságot látok. Nem csodálom. Igor Lovrinov. Nem tudom, hogy mikor fog előhúzni valamit a tarsójából. Lehet, hogy nem tud. A horvát cseresarokban mindösszesen 3 játékos van. Csengeri folytatja! Őt az se zavarja, hogy csak 3 cserejátékos van a horvátoknál. Hát összesen 10 érkeztek erre a mérkőzésre. Ami arra enged következtetni, hogy esetleg sérülés vagy betegség miatt a keret többi tagja nem tudott a csapattal tartani. Ezúttal kipattan a gödöllői kézről a labda. Jöhetnek a horvátok. Magdic a legeredményesebb. Reméljük, hogy útját álljuk. Ő is remekül szervász. Széles, kapja a labdát. Megpattan a hálón. Most lehet javítani az ejtést. Lefüleli Lékó Lilla. Szakmári kettős blokkal szemben. Első soros bizony a feladó, és itt előny is a balkéz. Ahogy Évi, így a riekai feladó is balkezes. Ez mindenképpen előny abból a szempontból, hogy nagyon könnyen feladás helyett rá tudnak fordulni, és ütéssel megzavarni az ellenfelet. Ezt egy balkezes játékos sokkal könnyebben teszi, mint egy jobbkezes ebből a pozícióból. Érjen hozzá, hozzáér! 10-5-re meglépett, megúszott a gödöllői alakulat. Gréti a nyitósarokban. Nem rontott még szervát. Szélesnek tűnik az a labda, Németh Zsuzsi megoldja. Az viszont jónak tűnik, ezúttal a sáncunkról kipattam. Ludwig Zsolt próbálta menteni az oldalvonalon kívül, ezt sajnos a játékvezetők nem engedték. Valószínűleg nincs rendben a sportorvosia vagy az igazolása. Németh Zsuzsi küzdött ezzel a nyitással. Csengeri Petra próbálkozott egy furfangos megoldással, ezúttal a háló az útját állta. Lehet, hogy most kellene egy megnyugtató időkérés, de ezt nem az én tisztem eldönteni. Out! Ez bizony kiszállt. Ha csak centikkel is, lehetséges, hogy hosszú volt. A röplabdázásban nem működik, nem vezették be még hivatalosan az úgynevezett sólyunk-szem technikát, amellyel esetleg vissza lehetne ezt nézni. Semmilyen szinten, de vannak ilyen irányú törekvések és tesztelések, hiszen manapság minden sportág annyira felgyorsult, hogy a videóbíró alkalmazása nagyon sok helyen megjelent. Így a teniszben, az amerikai futballban is. A jégkorongot ne is említsem, ott már évek óta bevezették. A röplabdázásban is tesztelik ezeket, de hogy mikor vezetik be, például egy olimpián, azt még nem tudom megmondani, arra még várni kell egy furcsa támadás után. Kezdhetjük előről a támadás szervezést. Megpattan a sáncról a labda. Szépen higgadtan oldotta meg Gréti. Gyerünk csajok, most kell egy picit tolni a szekeret, hogy elérjünk a célig. Most gödörben vannak a horvátok. Remekül ugrott föl
a horvát játékos. Ugye egy kis szabálymagyarázat, a hátsó sorköteles játékosok, jelen esetben a horvátoknál hátsó sorköteles Magdics támadott, csak a hármas vonal mögül felugorva hajthat végre támadást, a hármas vonal pedig ez a piros vonal a térfél egyharmadán áll a hálótól 3 méterre, ezért is ez az elnevezés. A köztudatban egyébként támadó vonalnak nevezik. A sánc jól működött, tehát a hátsósoros játékosok csak a hármas vonal mögül felugorva hajthatnak végre akciót. Ezt egyébként szintén egy magyar játékos, Buzek László használta először, kiüti a labdát a sáncról, a viszonylag alacsonyabb 12-es játékosról. Németh Zsuzsi remekül üti ki a labdát, Pesut az egyébként a horvátoknál, akinek a kezéről kipattant a labda. Magdics Lékó kezeli le, Gréti visszaforgatja a vonalra. Nézzük megint Magdicsot, egy, visszatesszük. Szakmári játsza be, Kriegel, hátsó soros, csak ijesztett egyet, és Merkóz kiérkezett, ellenállhatatlanul. 14-10, remek formában a csapat, azt kell, hogy mondjam. Nagy öröm persze ezt mondani, Németh Zsuzsi szerván. Out! Senki nem ért hozzá, senki nem ért hozzá. Magdics nem is reklamál, csóválja csak a fejét. Németh Zsuzsit keresem, aki még nem rontott szervát a mérkőzésen. Maradjon is ez így. Ott a sánc, sajnos ezúttal kipattan. Jó fele ütötte a horvát center. Nehéz dologot középen sáncolni, mert egy picit lutri, el kell dönteni, hogy jobbra üti az ellenfél vagy balra, és bizony arra kell nyúlni. Ezúttal rossz fele nyúlt Tündi. Remek fogadás Lillától, Szakmári ketten vele szembe, kiüti a sáncról. Sokat hibáznak a horvátok. 16-11, ismét 5 pontos előnnyel érkezünk a technikai szünethez. Magdics, aki az első játszma után az egy legeredményesebb horvát játékos volt, illetve a mezőnyben is talán a legpont erősebb, egyre többet hibázik. 2 támadás hibája volt az első 2 játszma alatt összesen, blokkban nem is hibázott, de most már csak az utóbbi 5 labdamenetben 2 hibát könyvelhet el. Valamivel fel kellene rázni a horvát mesternek a Riekai társaságot, hogyha lépést akar tartani a hazaiakkal. Persze, mi azért szurkolunk, hogy Ludwig Zsort tudja jobban tűzben tartani a csapatát, és nem szabad engedni, hogy közelebb érkezzenek. 5 pont, ez megnyugtató előny, ezen a szinten be kell érni ezzel. Merkowski, jó a szervája. Egy gyors akció után 12-re módosul az állás, a 16 pedig változatlanul a gödöllői csapat neve mellett. 4 pont tehát a különbség. Szakmári, Németh és Lékó, a 3 nyitás fogadó. Szakmári fogja, vissza lehet hozni. Most kell egy jó megoldás Némethtől. És most vissza lehet támadni szépen, lányok. Csengeri, a 2 Petra játszik össze. Kint van az a labda, bizony, sőt, hálóba ért Magdics ismét. Maga alá kerül teljesen a horvát átló. A 2 Petra összjátéka után Magdics hálóérintése vetett véget a labdamenetnek. Jöhet Csengeri. 17-12, 5 pontos előny. Ezt már tartjuk gyakorlatilag az első technikai óta. Csengeri feladása tiszta. Ebből nem tudnak eredményesen támadni, mondom én. Széles,
csak pöckölni tudja. Most lehet baj, most kell figyelni. Jól működik a sárc. Magdics ismét. Nem tud mit csinálni Magdics. Leszedjük. Egyszerűen a harmadik játszmában leradírozzuk a pályáról a horvát átlót. Hát erről beszéltem. Kicserélnek le Magdicsot. Érkezik helyette ötössel. Hát már is mondom, remélem könnyű nevű. Ivánász Kulács érkezik. Szétszedtük a horvát átlót. Maradjon ez így. Gyerünk csajok, Csengeri következik. Remek gyors visszatámadás után egy horvát pontnak örülhetünk pár másodpercig, de hamarosan folytatódnak a gödöllő jó akciót. Kellemetlen szerv a német Zsuzsi. Ezúttal Évi nem ér hozzá. Nyugodjunk meg. Most kell egy okos megoldás. És már a libero sem tudja kontrollálni a labdát. A játék minden elemében a horvátok fölé nőtt a gödöllői csapat. És ez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 6 ponttal 19-13-ra vezetünk a harmadik játszmában 1-1-es mérkőzés állásnál. Megpattan a sáncról, ebből még vissza lehet jönni. Alkarral teszi át német Zsuzsi. Most kell egy sánc, Kriegel Évi, ezúttal is eredményes. Át ne tegye a feladó. Ez a sánc is jó, még nincs vége a labdamenetnek. De ismét egy sánccal szerzünk pontot. Remekül összeálltak a lányok. Időt kér a horvát tréner. Ezúttal a feladójával folytat egy rövid megbeszélést. Valószínűleg horvátul. Így akkor sem érteném, ha hallanám, de nem is hallom. Viszont Ludwig Zsolt lobog, tűzben ég, és ezt próbálja ezt a lendületet átadni a csapatának is, akiknek igazából nem nagyon kell a noszogatás, hiszen mennek ők maguktól, önkívületben játszanak most már Lékó Lillájé. Remélhetőleg kitart ez a végéig, hiszen ez még csak a második játszma lehet, amit megnyerünk, és ugye egy röplabda mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. Szakmári Gréti jön. Elhalkul a nézőtér. Ezúttal egy megkerülős akcióval próbálkoznak. Ismét hátulról támad a center. Németh Zsuzsi! Remek helyzetfelismerés! Elképesztően jó megoldásokat választanak a lányok. Remekül reagálnak a különböző játékszituációkra. És legfőképpen eredményesen. Szakmári folytathatja nyitásait, teszi is ezt nagyon jól. Most nyugodjunk meg, egy jó feladás, kell egy higgadt megoldás. Első soros a feladó át fogja tenni. Ezúttal nem reagáltunk. Jól, érkezik a kettős csere. Ilyenkor Ludwig Zsolt azt a megoldást választja, hogy lecseréli a feladóját és az átlóját. Érkezik 7-es számmal Luther Liza. Luther Liza 92-es születésű játékos, tehát a fiatalabbak közé tartozik. Megjárta egyébként ifjúsági és junior korában az Európa bajnokságot. Büszkén mondom ezt, hiszen én voltam az edzője, a szövetségi kapitánya annak a csapatnak, akikkel kijutottunk az Európa bajnokságra, és a 7. helyen végzett a magyar válogatott. Ennek idestova már 5 éve, Luther Liza azóta is töretlenül fejlődik, és már második éve erősíti a gödöllői csapatot. Ezúttal Zsófival próbálkozik itt a háló bal oldalán, jobb oldalán. Nem sikerült az akció. Most talán egy picit kapkodóvá vált a gödöllői játék. Meg kell nyugodni, csajok. 5 pont az előnyünk. 21-16, 4 pont csupán a célig. Csengeri átpörgeti keményen. Jön ismét a gödöllői blokk.
De milyen blokk? Német Zsuzsi. Hát én nem is tudom, hanyadik. Nagyon jó, hogy van statisztika a mérkőzésen, és a játszmák között én ezt megkapom, úgyhogy napra kész, percre kész információkkal tudok önöknek szolgálni. 2 blokkpontnál tartott Német Zsuzsi a játszmát megelőzően, de már most biztos vagyok benne, hogy legalább 2 szerzett. Merkoszki okosan leteszi, lent volt az a labda. Nem is vitatkoznak a horvátok. 22-16. Horvát edző ki fogja húzni a gyufát. A játékvezető a horvát csapatkapitánynak elmondja, addig egy kicsit áll a játék, elmondja, hogy ne reklamáljon az edző, vélhetően. Reméljük, hogy Csengeri Petrát sem, és Széles Petrát sem zavarja ez a kis intermezzo. És 23-16 után megszerezzük a 24. pontunkat. Széles. Őt nem lehet kihozni azért. Egy könnyen a sodrából. Oda is pörkör rendesen a szervának. Egy szabálytalan érintés után 24-16-ra vezet a Gödöllői Röplabda Klub csapata. Egy pontra a második játszma sikertől. Széles. Jól dobja fel. Ezúttal egy picit hosszú. 1 méterrel csúszott ki az a labda. Semmi gond. Vissza kell venni a labdát és be kell ütni. Nézzük ki, ütheti be Német Zsuzsi, Krieger Zsófi és Merkoszki az első sorban. Csengeri fogad. Német kipörgeti a sáncról. És egy kicsit szerencsétlenül érkezik a horvát horvát centerre. Ne foglalkozzunk ezzel. 2-1-re vezet az első közép-európai liga mérkőzésén a gödöllői csapat. Az ellenfél a Zok Rijeka ezúttal nem tudja tartani a lépést a hazai csapattal. Reméljük, hogy a negyedik játszma egyben az utolsó lesz a mérkőzésen. Folytatódhat a találkozó. 2-1-re vezet a Gödöllői Röplabda Klub az Zok Rijeka ellen. Az első játszmát még a horvátok nyerték, de ezt követően 2-t nyert sorozatban a hazai csapat. Krieger Évi kezdheti meg a negyedik játszmában a szervák sorozatát. Évi mezőnyözik, jön Réti, ezúttal a hálóba üti. Közben itt a statisztikát böngészve azt látom, hogy Lékó Lilla nyitásfogadása nagyon szépen feljavult, és az első játszmás 17%-hoz képest már 44%-nál tart, ami egy nagyon jó mutató a 17-hez képest mindenképp. Viszont azt látom, hogy visszatért a horvátoknál Magdics, és egy ponttal jelentkezik be mindjárt az elején. Reméljük, hogy nem tudja ezt folytatni. Szakmári fogad, jól. Csengeri, betakarják, ezúttal a horvát blokkált össze. Kritikus játszma következik, kedves nézőink. A nagyszámok törvénye alapján, illetve a statisztika, valamint a trendek azt mutatják, hogy ha egy csapat 1-0-ról fordít 2-1-re, akkor ott a negyedik játszmában egy kis letörés, egy kis hullámvölgy következik, amit kihasználhat az ellenfél. Ezt Ludwig Zsolt pontosan tudja, időt is kér, miután 4 pontot szerez a horvát együttes, míg a gödöllőiek még nem szerezték meg az első pontjukat a negyedik játszmában. Ígértem önöknek, hogy elmondom, hogy Német Zsuzsanna hány blokkonnál tart. Nos, hát már 3-nál tart összesen a mérkőzésen. Ahogy 3-at számlál Szakmári Gréta is,
5-nél tart Széles Petra, a csapatkapitány, aki egy blokkoló center játékos. Csengeri Petra 1-nél, Krieger Éva is 1-nél, valamint Merkózki tűnt 2, tehát összesen 15 pontot, egy fél játszmányit összeszedtünk csak blokkal, míg a horvátoknak ugyanez a mutatója, csupán 3. Tehát ők szettenként egy blokkot tudtak hozni. Hát első a feladó. Valahogy megoldottuk, nem tudom, hogy nem így akartuk. Magdicsról kiütjük ezúttal. Nem szabad őt felhozni játékban. Tartsuk ott lent. Németh Zsuzsi érkezik. Aki nem lontott még szervát, és már 10-nél tart. Messziről szervál. Kellemetlenül vágódik le a hármas vonal környékére. Magdics nem kap jó labdát. Merkózki adhat föl. Szakmárinak, akivel évek óta együtt játszik, hiszen gyakorlatilag együtt érkeztek korábbi csapatukból, az NRK Nyíregyházától. Zaklatott kis labdamenetet láthatunk, és még nincs vége. Kellene egy nyugodt megoldás Gödöllői oldalról. De jöhetnek a horvátok, egy ejtéssel próbálkoznak. Ezúttal Krieger Évi készít elő, Csengeri kiüti. Jó helyre ütötte, jó irányba ütötte, csak rosszul mérte fel a távolságot, és egy jó 30 centivel ütötte ki. 5-1. Valamit csinálnunk kell. Out! Nagyon jó érzékkel nem nyúltunk hozzá. Erre szoktuk mi edzők azt mondani, hogy reméljük, hogy szándékos volt. Általában ezek megérzések, a női megérzések, ezúttal jól működött Szakmári Grétinek. Most kell egy sánc Magdicsra, meg lehet az még Gréti, higgadtan visszaemeli, alkarral tudjuk csak áttenni. Ezúttal nem jön össze Széles Petra blokja. Áthámozta valahogy a labdát a horvát center. Bernarda szervál, a horvát irányító játékos. Nagyon jól teszi ezt. Csengeri nagyon szépen takarják be. Magdics följött. Azt kell, hogy mondjam, jót tett neki a pihenő. Remek ütembe cserélte le őt az edzője. És ahogy az előző két játszmát kezdte a Gödöllő, most úgy kezdi ezt a szettet a Rijeka. Ismét egy jó horvát sánc. Most kell egy jó megoldás, de csak a blokk közepébe tudjuk beleütni. Szakmári Gréti 8-2. Ekkora előnnyel még soha egyik csapat sem érkezett meg az első technikai időhöz. Ezúttal sajnos nekünk van 2 pontunk, és a horvátoknak van 8. Lehet, hogy el kellene gondolkodni a Ludwig Zsoltnak, persze ő a szakmai vezető, ő ismeri jobban a csapatát, én csak találgatok, hogy lassan a cserejátékosokat is be kell vetnie, annak érdekében, hogy az esetleges 5. játszmára pihentetni tudja a kezdőket. A Gödöllőieknél a cseresarokban egyébként egy saját nevelésű játékos is van, Háfra Dominika, aki mindösszesen 17 esztendős, de már 3 éve a felnőtt keretet erősíti. Ott van még Luther Liza, aki már bemutatkozott, Krieger Zsófi, aki szintén pályára lépett már, és Hakl Szilvia, aki a BS együttesétől érkezett, és center pozícióban vitézkedik, úgy, ahogy most tette Széles Petra. És egy remek előkészítés után blokk nélkül tudta ütni a labdát. Jól. 8-3. Kell egy nagy lendület, hogy elinduljunk. Csengeri megadhatja. Haza. Egy jó nyitással meg is adja. Csengeri Petra a 4. ásza a mérkőzésen. És ezzel már 11 pontnál jár összesítésben.
a második legeredményesebb gödöllői. Nem ér hozzá semmihez. Hozzáért? Hozzáért. Innen úgy tűnt, hogy a labda zavartalanul hullott alá a csőrengetegből, de ezek szerint hozzáért valamihez, ami viszont hibának számít. Csengeri folytathatja. 8-5. Csengeri szervája egy picit csúszik ki. Remek ítélet. És beszéljünk egy picit a játékvezető kollégáról, aki továbbra is tartja azt az egy hibáját. Nagyon jó kézben tartja a mérkőzést. Mind a két játékvezető és a vonalbírók is remekül teszik a dolgukat. Meg kell jegyeznem, hogy az egyik vonalbíró, aki most a gödöllői térfélen van, egyébként gödöllői. Persze ezzel abszolút semmilyen előnye nincs, és semmilyen hátránya nincs sem egyik, vagy sem másik csapatnak. Remekül ítélkeznek eddig. Csengeri egy nehéz előkészítés után. Na ezek a pontok kellenek. Ezek azok, amik egy pici pluszt adhatnak a lányoknak, hogy a nehezebb szituációkat is ponttal zárjuk le. Ez egy plusz önbizalmat adhat mindenkinek. Szakmári szervája. Könnyedén fogják. Jó az előkészítés. És Kriegel Évi blokkjáról megpattanó labdát nem tudta fogni Gréti. Egy kis pályatörlésre van szükség. Már is érkezik Vég Janka, aki az utánpótlás egyik tagja. Amint egy 100 gödöllői röplabdás gyermek közé tartozik, akik a pálya munkási feladatokat látják el, labdát szednek, illetve alkalomattán törlik a játékteret. Nagyon szépen oldotta meg Németh Zsuzsi a blokk fölött. Molnár Németh Zsuzsanna, bocsánat, én ezt nem fogom tudni megszokni, legalábbis a mai mérkőzésen biztos nem. Remélem, hogy Zsuzsi sem haragszik meg, és azt is remélem, hogy a kedves férje sem haragszik meg. Érte rám. Széles, jól dobja föl a labdát. Szépen kontrollálta Magdics. A háló ezúttal segített nekünk, lelassította a labdát. Vissza lehet támadni. Egyes helyről Csengeri! Nagyon szép pontot szerez. 11-8. 3 pont. Lefeleztük az előnyt, a horvát előnyt. Emlékeznek, 8-nál még 6-tal vezettek. Most már csak 3-mal. Csengeri ismét jól indul neki. Háló, megpattan a labda. Nem tudják visszahozni. Tulajdonképpen ász. Széles Petra szerezte ezt a pontot. És lassan el kell gondolkodni. Mi az, hogy lassan? Már is időt kér a horvát tréner. Reméljük, a lányok elkapták most már a játszmának a fonalát, amit elengedtek egy picit az elején, és ugyanott folytatják, ahol az előző két szedben abba hagyták. Jó szervákkal meg kell nehezíteni a horvátok dolgát, akiknek a támadása ezáltal kiszámíthatóbbá válik. Ennek köszönhető is valószínűleg a sok blokkpontunk, hiszen kiszámítható volt a horvátok támadójátéka. Köszönhetően a jó nyitásoknak, és akkor le is zárult a kör. És folytassuk egy jó széles szervával. Remekül dobja föl, és el fog akadni, nem akad el. És kell egy sánc. És bejelentkezett Merkowski Tündi ebben a játszmában is, és egy blokkkal megszerzi a 10. hazai pontot. Egyre zsugorodott a horvát előny. Széles Petra ismét. Ez is jól indul. Ajjajjaj, de rosszul fejeződik be. Nem baj, Petra. A következő körben javítasz, ha eljutunk odáig. Az lenne a jó, hogyha a következő állásból Kriegel Évi végig szerválna a mérkőzést. Persze ezek csak vágyálmok. Na nézzük, hogy Pesut hogyan tud válaszolni. Egy nyitásrontásnál tart a horvát játékos. Marad is ennél. Németh Zsuzsi.
Az már úgy dupla lett volna, nem is ért hozzá a horvát center. Bricsics viszont rosszul reagált. És akkor jöhet Krieger Évi. 12-11. Még a horvátoknak. Jó a szerva, Magdics viszont jól fogadja. Remek a sánc! Merkoszki! Újra megjöttünk. 12-12. Ez azt jelenti, hogy 8-2 után a gödöllői csapat produkált egy 10-4-es szériát. Ez minden esetre megsüvegelendő. Lilla, megvan! Zsuzsi jött. Szépen kontrollálja a horvát libero. Rossz a labda Magdicsnak, aki fegyelmezetlenül a háló aljába üti. Átvesszük a vezetést a negyedik játszmában először. 13-12. Krieger Évi folytatja a szervákat. Ő se rontott még csak egyet. Nem baj. Gréti kezeiről pördült ki a labda. Muszáj volt hozzáérnie, hiszen a gödöllői sáncot érintve érkezett meg a labda oda hátra. Elejti a labdát a horvát játékos, ez lehet, hogy nem jelent jót. Nem zavarodott meg. Ezúttal magas a labda. Krieger Évi rontott. De ő is régen hibázott. 14-13, vezetnek a horvátok. Ne kelljen az ötödik játszmára bízni azt, hogy kinyeri meg ezt a találkozót. Jó választás, Németh Zsuzsi! Remekül tette át Krieger Évi. Áthelyezte a súlypontot a túloldalra. Váratlanul, alkarral, ami nem egy bevett technikai elem a feladásoknál. És Németh jól oldotta meg. Németh Zsuzsi szervája. Támadhatunk vissza könnyen. Egy sánc, nem sánc. Szakmár itt legalábbis nem tudja megállítani. A horvát kézről kipattan a labda. 15-14, ismét a gödöllő vezet. Németh következik. Ez is jó. Csak a túloldalra adhatja. Magdics, betakarjuk! Magdics ismét ront. Mit ront? Mi csináltunk pontot? A mi sáncunk működött zseniálisan. Lassan ott tartunk, hogy egy játszmányi pontot összegyűjtünk csupán sánccal, ami persze nem baj, de egy különös dolog, hiszen ennyi sáncpont talán egy mérkőzésen nem szokott lenni. A mai napra viszont remekül felkészítette Ludwig Zsolt és Szalai Attila a csapatát. Lehet, hogy külön sáncedzések voltak a héten, ezt nem tudom. Minden esetre jól dolgoznak a lányok a háló közeli védekezésben. Mert nem lehet azt mondani, hogy a horvátok gyengén támadnak. Nagyon is jól támadnak. Meg kell jegyeznem a tízes számú horvát játékosnak és a 12-esnek is szabálytalan a meze, hiszen nem látom a nevüket a hátukra írva. Persze ez engem nem zavar meg, hiszen egyébként is nagyon nehéz az ő neveiket kimondani. Remek védekezés! Magdics jön a széléről, ezúttal széleset üt! Hát nem tud betalálni! Egy játszmája volt a horvát lánynak. Azt megnyerték, utána leszedtük a pályáról. Látványos formahanyatláson megy keresztül, és Németh Zsuzsi első szervarontása. Nem gond, Zsuzsi, gyerünk tovább. 17-15, mi vezetünk. Jó lenne a végjátékra 3-4 pontos előnnyel érkezni. Most kell figyelni. Összeáll a kettős blokk, és ezúttal csúnyán betakarják Grétit. De még mindig itt az előny. Most kell a buzdítása. Nézőtérről ajrá, Gödöllő. Kedves nézőink, ha önök is tehetik, látogassanak ki a következő mérkőzésünkre.
hogy itt a helyszínen szurkolhassák és élvezhessék végig a találkozót. Minden információt megtalálnak a grcvolley.hu weboldalon, ez a Gödöllői Röplabda Klub hivatalos weboldala, ott fenn vannak a mérkőzések dátumai. Csengeri, őt is betakarják. Kell egy időkérés, csak az a baj, hogy Ludwig Zsolt kétszer is meg kell, hogy gondolja, hiszen 4-0-nál már kikért egy időt. De kikéri? Kikéri most? Úgy döntött, hogy megnyugtatja a csapatát, megpróbálja megnyugtatni, és tulajdonképpen döntetlen állásról, mindösszesen egy pont az előnye a horvátoknak, innen vág neki a végjátéknak. Ha úgy koncentrálunk, ahogy a második és harmadik játszmában, akkor nem lehet probléma. A horvátoknak van nagyobb vesztenivalójuk, nekik kockáztatni kell, hiszen ha elmegy ez a játszma, elvesztették a mérkőzést. Nekünk még mindig ott a lehetőség az ötödik játszmára, de nem szabad döntő játszmára vinni ezt a mérkőzést, hiszen az tulajdonképpen egy orosz rulett, 15 pontig tart a szett, és ott egy jó sorozat eldöntheti az egész mérkőzést. Most kell megtartani. Jó a fogadás. Gréti támadhat vissza. Ez is megvan. Csengeri fog jönni. Igen. És Magdicson keresztül megy a labda. Nem tud érvényesülni a horvát átló, aki egy kulcsfigurája a horvát csapatnak. Érezhetően, ha bajba vannak, akkor ő kapja a labdát, és a többiek tőle várják a megoldást. Ma sajnos hiába. Merkoszki. Magdics érkezik. Betakarjuk, ezúttal kipattan a sánszról a labda, szerencséje volt. 19-18. Remélhetőleg nincs már sok hátra. Szakmári német Lékó, a három nyitásfogadó gödöllői oldalon. Out! Bizonyám, lendül a zászló a magasba. 15-20 centi, de az már jelentős egy röplabda mérkőzésen. Csengeri érkezik. Csengeri kivár, és a szokásos felugrásos lebegőszerva a liberó ezúttal megbirkózik vele. Magdics elüti, de hova üti el? Édes Istenem! De sajnos a hálóban volt valamelyik gödöllő játékos a második játékvezető ítélete alapján. Höger Péter ezúttal nem kedvezett nekünk. Jó a szerva. Évi megtartja, Csengeri hátulról, de még eléri a labdát. Megvan az, menj érte Gréti, mehetsz. Nem mehetsz. Viszont így bent volt a labda. De az antennán kívül érkezett. Lányok, ne foglalkozzunk vele, próbáljunk a mérkőzésre figyelni. Kettő pontos előnnyel érkezik 20 fölé a Rijeka. Ha jól látom, Luther Lizát hívta magához. Ludwig Zsolt. Kettős az érintés, ezúttal elengedik nekünk, nagy szerencsénk van, most kell egy sánc. Hát ezt a labdamenetet már korábban elvesztettük, nem itt a végén? Ludwig Zsolt cserél. Csengeri Petrát hozza le, most egy szerkezeti átalakítás is lesz vélhetően, bár kiderül, mindjárt kiderül. Bizony. Luther Liza fog föladni, és Kriegel Évi ütő pozícióban folytatja. Magdics valószínűleg erre az oldalra fog szerválni, ha van egy kis sütnivalója. Így is tesz. És megmenti Évi. Hú, de kellett ez. És át kell tenni. Nem tudjuk azt. 23-19. Remélem nem úszott el. Még mindig nem úszott el a játszma. A mérkőzésről nem is beszélek, hiszen az ötödik szett még hátra van. Végjanka, mint aki jól végezte dolgát, elrohan.
ezúttal szerencsére jókor tette, hiszen ha most áll a játék, az most nekünk kedvez. Magdic ritmusát törheti meg a kis pauza. Nézzük, Magdic nem hibázik. Liza, Krigel Évi balkézzel. Gyenge sajnos. A horvátok, német Zsuzsi. Évi ismét, ezúttal megoldja! Bent van. Hiába reklamálnak a horvátok. A vonalon rajta. 23-20. Bent marad Luther, és bent van Krigel is. És Szakmári nyit. Szakmári autót nyit. Kritikus pillanatban hibázik. Ezzel egyenlítési lehetőséghez jut a Zok Rijeka együttese. 14-essel Sanya Kár a nyitó helyen. Luther megtartja szélest, betakarják. 25-20, így zárul tehát a negyedik játszma. Jön a mindent eldöntő ötödik. A két csapatkapitány ismét a játékvezetőhöz érkezik, és pénzfeldobás dönt arról, hogy vajon ki fog kezdeni, illetve ki melyik térfélen folytatja majd a játékot. Nézzük, kinek kedvez a feldobás. A horvátok nyerték, a horvátok a szervát választották, a gödöllői csapat pedig marad ezen a térfélen. Jól kezdte a találkozót a Rijeka. 1-0-ra, 3 pontos előnnyel 25-23-ra meg is nyerte az első játszmát, tehát az első részsiker az övék volt. Majd jött két gödöllői játszma, ahol remekül játszottak a lányok, kitűnő blokkokkal állították meg a horvát támadásokat. Aztán a negyedik játszmában egy picit elbizonytalanodtunk, ezt a horvátok kihasználták. Most jöhet a mindent eldöntő ötödik játszma, ami csak 15 pontig fog tartani. Így minden hiba tulajdonképpen duplán számít. Nézzük, hogy milyen csapatokkal érkeznek majd, milyen csapat összeállítással érkezik majd a két gárda. Gödöllői oldalon úgy látom, hogy nincs változás a kezdősorban, és a riekaiak sem cseréltek. Ludwig Zsolt böngészi közben a statisztikát. Hát, ha valami olyan információhoz jut, ami segíthet a végén, itt vélhetően nüanszokon fog múlni. Az viszont biztos, hogy a gödöllői csapat megszerezte az első pontját a Közép-Európa Ligában, hiszen amennyiben 3-2 egy mérkőzés végeredménye, a győztes csapat 2, míg a vesztes 1 pontot kap. 3-1 vagy 3-0 arányú mérkőzés állásnál a győztes 3 pontot kap, míg a vesztes csapat nem kap egyetlen pontot sem. Na nézzük a mérkőzés labdát. A játékvezető passzolja oda a 12-es számmal játszó Pesutnak. Szakmári fogadja az elsőt. Csengeri szerezheti az első gödöllői pontot. Visszajön német Zsuzsi. Róla is visszajön, illetve a horvát blokkról, az övé is visszajön. Na nézzük, a horvátok mihez kezdenek az első lehetőségükkel. Megvan a labda. Szakmári pörgeti át. Gyere, 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 Csengi! Nagyon szép volt. Visszakapod. Nagyon lassan, nagyon félszegen ment Csengeri Petra ehhez az ütéshez. Így az első pont a Riekáé. Most nem szabad összeesni, csajok. Fel a fejjel. Meg lesz ez. Ismét Pesut.
kézzel bevetődve. Lékó majd ezt a technikát alkalmazva. Kriegel évi jó a sánc. Jön a potyalabda, meg kell csinálni, csajok. Csengeri, egy. Lefülelik a horvátok, ez is könnyű lesz. Kriegel, Csengeri ismét. Beüti! Beüti! Mondom én, és mondja az összes gödöllői a csarnokban. A játékvezető viszont úgy látta, hogy hosszú a labda. Csengeri két hibájával kezdődik gödöllői oldalon. Az ötödik játszma, figyelni kell, Petra! Out! Nagyon jó! 2-1. Jöhetünk mi. Nagyon fontos volt az első pont az ötödik játszmában. Csengeri eddig 38%-kal támad. Nála csak széles Petra támadott a rosszabb százalékkal. A nyitás viszont jó, most Németh Zsuzsitól talajról teszi át. Évi, Tündi, nem jön össze. Magas. Kriegel Évi esett egy picit vissza. Gyerünk Évi, fel kell zárkoznod. Még egyszer, próbáld meg, még egyszer ugyanezt, kell a nyitásfogadás. Évi megtartja, megpróbálja még egyszer ugyanezt, visszaül a lóra, miután leesett. És lefújják az érintését. Ezzel 3-1-re, 3-1-ről 4-1-re módosul az állás. Ludwig Zsoltnak időt kell kérnie, időt kell kérnie. És most már durván szól a játékosaihoz. Próbálom elcsípni a szavakat, lehet, hogy önök hallják. Visszaküldte őket, csináljátok meg! Röviden és tömören ennyi volt. Itt már különösebb taktikai utasítás nem lehet adni. Az a csapat fog győzni, amelyiket a szíve viszi előre. És mindent megtesz a sikerért. Nézzük, jó a nyitás! Kriegel, Szakmári beüti! Erről van szó! 4-2, és jön vissza Petra előre. Ő nagyon kell nekünk elő, kellenek a blokkjai. 5-nél jár. Ahogy Merkowski is, a két center 10 pontot termelt, csak blokkból. Merkowski szervája. Magdics! És ismét a háló. A két Petra közül valamelyik a hálóban volt, néznek egymásra tanástalanul, teljesen mindegy, hogy melyikük sajnos hálóérintést fújt a második játékvezető. Jönnek a vendégek. Kalevics fog szerválni, akinek már két nyitásrontása van. Mi lenne, hogyha meg lenne a harmadik? Out volt! Úgy gondolom, Németh Zsuzsi nem így látta, nem így érezte, megpróbálta megfogni. 6-2, 6-2, de csak 15-ig tart ez a játszma. Bárhogy alakul a végeredmény, egy nagyon jó kis mérkőzést láthattak, kedves nézők. Remélem, hogy elnyerte a tetszésüket, és a jövőben, esetleg élőben is végignézhetnek, végignéznek majd ilyen találkozókat itt Gödöllőn, vagy bárhol máshol az országban, járjanak röplabda mérkőzésekre, hiszen látványsportág ez, látványsportág. Üzenem ezt mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy nem az. Teljesen szétesett most ezekben a pillanatokban a gödöllői csapat. Térfél csere fog következni, hiszen elérte az egyik csapat a 8-at. És ilyenkor a döntő játszmában térfelet cserélnek a csapatok, hiszen az egyenlő körülményeket biztosítani kell. Ez minden esetre lehetőség arra egy picit, hogy a gödöllői lányok szusszanjanak. Ludwig Zsolt nem mer a cseréjéhez nyúlni, de talán nem is biztos, hogy indokolt ez, illetve nehéz lenne most bedobni bárkit az ötödik játszmában.
hiszen a mérkőzés elért egy bizonyos fordulatszámot, ezt fölvenni most a cserezónából szinte lehetetlen. Most el kellene indulnunk, egy jó nyitás fogadás után el kellene indulni. Jön a horvát szerva, nem akad el a hálón, és az újonnan beérkező Krieger Zsófit megnyitják, úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, tankönyvi példa, hogy a friss játékost meg kell kínálni egy nyitással. 9-2, 7 pontos az előny. Lehet, hogy elfáradtak a lányok. Krieger. Háló. Ezúttal a vendégeknél volt háló érintés. Na nézzük. 9-3, az már is csak 6. Kovácsics vitatkozik egy kicsit Hóger úrral, de ő hajthatatlan. Szerencsénkre. Nézzük Krieger Zsófit. Jó a szervája, már viszonylag könnyen fogják a horvátok. Magdics, megvan az! Zsófi! Elérhető módon pattak német Zsuzsiról. Jönnek a horvátok ismét. 10-3. Nem szabad még temetnünk ezt a mérkőzést. Nem szabad. Ezek az apró jelek is erre utalnak, hogy ne temessük, induljunk el. Szakmári Gréti is ezt mondja a társainak, hogy nincs vége. Ő megy nyitni ezúttal. Most kellene egy ásznyitás Szakmáritól. Még nem szerzett nyitással pontot. Magdics megoldja, amikor kell, megoldja. Ez a klasszis játékos ismérve, hogy amikor kell, megoldja. Sajnos ezúttal Magdics megtalálta az utat a gödöllői térfélhez. Megnézi, hogy hova is kellene szerválnia. És valószínűleg Krieger Zsófi felé irányítja a labdát. Németh Zsuzsi, Magdics kezeli le, az rajta van. A blokkról ezúttal tovább megy a labda. Csengeri helyett Szakmári. Nagyon szép akció után. 11-5. Ha most egy picit közelebb tudnánk jönni. Ha most elbizonytalanodnának a horvátok. Ha most Széles Petra nyitna egy ászt. Nem mer ráütni. Megvan a labda. Nincs meg viszont a pont. 12-5. Nagy a különbség. A döntő játszmában sajnos ez a különbség már elegendőnek mondható, hiszen 15-ig tart. Csupán 3 pontra vannak a horvátok attól, hogy megnyerjék ezt a találkozót. Nem tudom, hogy hogy állnak a Közép-Európa Ligába. Eddig ezt az érintést viszont le fogja fújni a játékvezető. Ezzel megszerzik a vendégek a 13. pontjukat. Sajnos kettős volt. Ludwig Zsolt visszacserél. Érkezik Csengeri. Sajnos ez a húzása nem jött be. Krieger Zsófi nem tudta megfelelő módon felvenni a ritmust. De láttunk már csodát. 13-5-ről is lehet nyerni. Lehet, hogy nem a mai napon. Megtartják Krieger Évit. Látványos volt, hogy rá fog fordulni erre. És ez azt jelenti, hogy mérkőzés labdához jut, de ne legyünk elkeseredettek. Hazai pályán egy remek mérkőzéssel szolgálta ki a Gödöllői Röplabda Klub női csapata a kilátogatókat, és önöket is, kedves néző. És még nincs vége a találkozóknak. Nagyon örülök, hogy a Regio Plus televízió is lehetőséget biztosított arra, hogy ez a találkozó minél több emberhez eljusson. És reméljük, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy élőben kövessék nyomon a gödöllői csapat közép-európai szereplését. Ezt is szabálytalannak éreztem. Horvát oldalról a játékvezető tovább engedi. És itt a mérkőzés vége, a blokkról ezúttal kicsúszik a labda. Tehát 3-2-re a Rijeka megnyeri ezt a mérkőzést, és úgy örülnek,
mintha az első találkozójukat nyerték volna meg a Közép-Európa Ligába. Ez sem kizárt, még egyszer mondom, nem tudom. A gödöllői csapat viszont megszerezte az első pontját, és úgy gondolom, hogy egy megnyerhető mérkőzést engedett ki a kezei közül, de legalább végig, az utolsó pillanatig megvolt az esély, hogy megnyerhetjük a találkozót, életben tartottuk a reményt. Ha így tudjuk folytatni hazai pályán, akkor abszolút nem lehet okunk a csalódottságra, és reméljük, hogy idegenben is sikerül majd egy-két mérkőzésen pontokat szerezni. Ludwig Zsoltot, a Gödöllői Röplabda Klub vezető edzőjét kérdezzük a mérkőzésről. Hogy alakult itt a végjáték? Miben látja annak az okát, hogy elvesztette a csapat ezt a mérkőzést? Ugye hozzá kell tenni, hogy ez a Rijeka azért nem rossz csapat, tehát azt gondolom, hogy aki kilátogatott, és esetlegesen aki majd a televízió képernyőin keresztül megnézi ezt a mérkőzést, az láthatja, hogy bizony-bizony nagyon kemény ellenfülünk volt. Annak ellenére, hogy a második-harmadik játékrészben borzasztóan jól teljesített a csapat. Az első szett rengeteg nyitásfogadási hibája után nagyon szépen hoztunk ebben a játékelemben is, jól mozgattuk az ütőket, szépen megcsináltuk, és gyakorlatilag fölényben játszottunk és irányítottuk a játékot. Sajnálatos módon ebből engedtünk ki a negyedik szetre. Inkább mentális fáradtság volt ez, mint fizikai, és meg kell, hogy mondjam, hogy talán a lányok elhitték, hogy már zsebben van a mérkőzés, ami azért nagyon nagy fegyvertény lett volna, hiszen ebben a ligában is ugyanúgy van a pontszámítás, hogyha 3-1-re gyer valaki, akkor 3 pontot kap. Tehát ennek függvényében nagyon nagy volt már a tét. Ettől függetlenül egy hitehagyott társaságot sikerült felhoznunk, aki utána megérezte a vérszagot, és az ötödik szedben pedig már, ha nem is pihentebben, de mindenképpen mentális előnnyel indult neki a döntő játszmának, és bizony meg is tudta csinálni. Én azt gondolom, hogy pont ezeket a dolgokat kell megtanulnunk. Ez az, amiért itt vagyunk ebben a ligában. Igenis, ha kínálkozó lehetőség van egy meccset megnyerni, akkor azt meg kell csinálni minden áron. Minden esetre biztató kezdés volt ez itt hazai pályán, és abszolút reménykedésre ad okot. Ami feltűnően látványos volt, hogy rengeteg blokkpontot ért el a csapat. Készült erre külön esetleg? Viszonylagosan magas csapat vagyunk, tehát az, hogy is mondjam, egy picit már várható volt, hogy hozzunk ebből a játékelemből, de ennek megfelelően a Rijeka is úgy játszott, hogy tudtunk blokkpontokat hozni. Kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy játszottak a blokkjainkra, megpróbáltak blokkokról élni, ez szerencsére nem sikerült, szépen megtartottuk. Ez mindenféleképpen erénye volt a csapatnak. Én a mérkőzés előtt azt mondtam, hogy igen, fokmérője lesz ez a mérkőzés annak, hogy van-e keresnivalónk ebben a Közép-Európai Ligában. Én azt gondolom, hogy a vereség ellenére is azt mondhatjuk, hogy igen, van, csak meg kell tanulnunk győzni, meg kell tanulnunk a kínálkozó lehetőségeket kihasználni. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk. Köszönjük mi is. A Régió Plus televízió közvetítése ezzel véget ért. A mérkőzés végeredménye: Teva Gödöllői Röplabda Klub, ZOK Rijeka 2-3. Köszönöm szépen a figyelmüket.